Az első veszélyesebb helyzetet a lilamezes Békés Csaba alakította ki a 19. percben, amikor Kovács Gergő közelről kapu fölé fejelte a labdát. Egy perccel később a másik oldalon Radó András szánta el magát lövésre, amely érintette a felső lécet. A 43. percben Kóródi Nándor végezhetett el szabadrugást a jobb oldalról, amely után Ihimbor Patrik mentett a gólvonalról. A 47. percben Urblik József indította a csereként beállt Tóth Milánt, aki Kapornai Bertalanhoz passzolt, ő pedig 16 méterről megszerezte élete első NB2-es gólját. Az 57. percben megduplázta előnyét a Vasas, Tóth cselezte be magát a 16-oson belülre, lövés után felpattant a labda egy védőn, Doktorics Áron eszmélt a leggyorsabban és a kapuba fejelt. A Békés Csaba a 69. percben alakította ki a legnagyobb lehetőséget a szépítésre, amikor Kóródi beadása után Zádori Krisztián fejesét Kis Ákos védte. Majd az újabb próbálkozás után Kovács Gergő már nem talált el a kaput. Az eredmény a továbbiakban nem változott, a Vasas 2-0-ra győzött a Kórház utcában. Mind a két csapat egy alkalmazkodott a talajhoz, holott nem volt könnyű, mind a két csapat, azt gondolom, hogy egy jó mérkőzés alakult abból ki, hogy mind a két csapat nyerni akart. Sok sikert kívánok a Békés Csabának, azt gondolom, hogy a mérkőzések, amiket azelőtt játszottak, abban is hajszálokon múlott, hogy nem tudtak 3 pontot szerezni. Kívánom nekik, hogy minél előbb szerezzék ezt meg, hiszen Békés Csabára azt gondolom szükség van a jó labdarúgásra. A Vasas győzelmével megőrizte a 4. pozícióját a bajnokságban. Mivel az utolsó helyen álló Budapest Honvéd is veszített a fordulóban, így a Békés Csaba maradt a tabella 15. helyén. Azt gondolom, becsületesen küzdöttünk, nyilván a különbség megvan a Vasas javára minőségbe, úgyhogy amit elterveztük az első fél időben működött, viszonylag jól védekeztünk, próbáltunk belőle kontrákat vezetni, egy-egy lehetőségünk volt. Na, második félben nagyon korán gólt kaptunk, úgyhogy ez is döntötte szerintem a mérkőzés sorsát. Az előre a válogatott szünet után a Budafok otthonában lép pályára november 24-én, majd december 1-én hazai pályán a Tatabánya ellen zárja az őszi szezont.